Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket ebben a videóban. Méghozzá mai napon megnézzük, hogy mit hoz ez a telihold. Hát a telihold már kora reggel 5 óra 8-kor az ékrekben volt, és telihold mindig jó elengedni a dolgokat. Szóval... az álmaid valóra válnak, el tudod hagyni tényleg mindent, ami téged terhel, de fontos az, hogy ne csinálj magadnak illúziót. Szóval az is fontos, hogy mélyebben belemerülj a dolgokban, és hogy felszabadíts benned a kedvességet, azzal nagyon sok mindent el tudsz érni, hogy a megoldásokra koncentrálj, a célok megoldására, hogy felismerd a szerencsét az életedben. Szóval arról van a szó tényleg, hogy nyisd ki a szívedet, tele szeretettel, nyisd ki a szívedet, és hogy tervezed, mit szeretnél a célodat. Szóval, hogy mitől kell, hogy felszabadulj, mit kell, hogy felszabadíts önmagadban, és hogy eljött az idő tényleg, hogy valamit tegyél. Hogyha elengedsz valamit, akkor tudsz szintén közben valami újat elkezdeni. A belső igazságodat élni, a belső családodat teljesen tele megértéssel, hittel manifestálni, ami benned van, tudsz döntéseket hozni, és így teljesen véghez tudsz valamit teljesen vinni. Na most nézzük meg valójában, hogy mit is üzennek tényleg ezek a kártyák. Ezek a kártyák azt üzenik tényleg, hogy a szépség te benned lakozik, ez a ragyogás, hogy ez sugároz ki a női oldal, a férfi oldal pedig, hogy találd meg magadban a ragyogást, ami belül van, és akkor kibírod sugározni azt, ami benned lakozik, a potenciált. No, nézzük meg valójában, hogy mit is üzennek neked a kártyák. Nézzük csak meg valójában, hogy mit is üzennek neked a kártyák. Elhoztam ezeket a szép Lenormand kártyákat, és most így látni fogod tényleg. A Lenormand kártyákkal, hogy a te lélektárs kapcsolatodban mi is a fontos. Szóval én azt látom, tényleg itt van a bölcsesség, valójában itt van tényleg nem csak a bölcsesség, a megérkezés, és hogy ebből tényleg valami, hát valami létrejöhet, és tud majd dönteni, mert választani kell, és ez lesz itt a szerencse. A szerencse azt jelenti tényleg, hogy hát veled kapcsolatos valójában, és szerintem nem vesztett el még a reményt, és vágyakszik irányodba ez a te lélektársad. Na rakjuk ki, az univerzum kiesett, a telihold kiesett a titok veled kapcsolatosan, valamint azt látom, hogy hát a megérkezés, otthon a megérkezés, valamint azt látom, hogy nézzük csak meg, 2, 4, 6, 7, 8, 9, kirakjuk a kártyákat.
Hát, mit mondjunk erre? Hát ez a teli hold, szóval ő vele kapcsolatos, hogy ő hűte hozzád. Szóval azt jelenti ez az egész, hogy ő hűte hozzád, úgy látom, és hogy az univerzum itt van veled titokban ezzel a teli holddal. Lehet, hogy kapsz felismeréseket, és teljesen meg akarsz ezt a megérkezést itt látom, és hogy... Hát szerintem az is játszik szerepet, a horgony az, hogy hát ugye reményt ne add fel, és hogy higgyél benne, vonzódsz iránta, persze, ez a szerencsés. Tudod, hogy te neked is most egy út irányt kellene, lehet, hogy változtassál. A szívherceget fél a sérelmektől. Szeretne erőt venni teljesen magán, szeretne megérkezni a belső gyermek, itt van valamint, mit látok még? Hát én azt látom tényleg, itt valójában azt látom, hogy valamit kell, hogy transformáljon nyilvánosan, hogy nyilvánosan lépjen az irányodba, és én azt látom tényleg, hogy a bölcsesség, hogy valami létre fog jönni közöttetek, ezt látom. És azt látom tényleg, hogy meg kell neki, itt tényleg ezek a te közöttetek levő témák meg kell, hogy gyógyuljanak, és hogy megtaláld rá a megoldást te is, de nem csak te, hanem a lélektársad, mert ő betiltja magának ezt a szerelmet, és ez nagyon gátol. Ez nagyon blokkol mind a kettőtöket. Úgy látom, hogy látod itt az egérke, szóval ez nem engedi meg, hogy komolyabb legyen a kapcsolat, valamint azt látom, hogy hát igen, ezzel, hogy ő gátolja ezt, vagy betiltja magának, még nagyobb a kihívás, még nehezebb ez az egész. De szeretne megindulni, gondol arra, hogy szeretne egy megoldást megtalálni, hogy ez teljesen létrejöhessen. Hogy fog ez tovább alakulni? Hát én úgy látom tényleg, hogy itt van ez karmikus, igen, és azt látom tényleg, hogy szeretne megérkezni, és én úgy látom tényleg, hogy szeretné, hogy ez beteljesüljön közöttetek, hogy megtalálja itt a romantikus érzést, valamint azt látom tényleg, hogy... Az új kezdet itt van, és azt is látom, nem csak az új kezdetet, hanem a mély lelki érzéseket, valamint azt, hogy hát azt látom, hogy gyógyulni kell ezeknek a dolgoknak, és gyógyulóba is van. Nagy a kihívás, nagy a vonzó energia, és itt van tényleg még a levél is, és hirtelen üzenetet kapsz tőle. Te kapsz üzenetet, nézd, nálad van a kulcs, a megoldás, ezt hozod magaddal, és engedd el ezt a blokkot, engedd meg a női energiával, hogy bevonzad őt. Tehát ez nagyon fontos. Valójában ő tiltakozik ellened, de te a női energiával be tudod őt vonzani. Valamint itt a szerencse, szóval, és ő hűte hozzád. Hát most mit mondjunk többet? Hát ez nagyon szuper, valójában nagyon jó kártyák. Szóval kívánom nektek, hogy ezzel a teli holddal minden gátat elengedjetek, és hogy befogadjátok őt. Na, koncentráljatok. Na, hát bocsássatok meg neki, hogyha eddig nem jött, bocsássatok meg, vagy mind a ketten bocsássatok meg egymásnak, hogy
ez az élet, ez nagyon értékes, hogy ezt elrontsad, valamint örökre, ti mind a ketten örökre meg vagytok áldva, és a kérésed már megérkezett, és az angyalok segítenek neked. Remélem tetszett ez a videó, ha így volt, örülök neki. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok!